A kiskörösi református egyházközségben hagyomány, hogy istentisztelettel zárják le a nyári táborozást. Az augusztus 13-ai táborzáró esemény azonban különleges volt. A világ különböző részein élő családtagok gyűltek össze a helyi református templomban ezen a napon, hogy részt vegyenek egy keresztelőn. Ma azért is különös az istentisztelet, mert hát nem a szomszédból érkezett haza egy család, de szerették volna megtapasztalni az ősök áldásának továbbadását a keresztségben. És ha nem jól ejtem, akkor előre is bocsánatot kérek, talán jól mondom, Braga Severino Vitor Hugo és Leocki Jennifer, Christopher fiát kereszteltük. A történetben különösen kedves és szép, hogy ők most Londonban élnek, az édesapa pedig egy portugál szigeten született valaha, de az Úristen kegyelme ide hozta őket. A nagymama erdélyi gyökerű, az anyai nagymama, tehát bizony sok felől, de az Isten szeretetében hozta haza őket a keresztség örömébe. Isten áldása legyen az ő életükön. Az augusztus 13-ai alkalom nem csak keresztelői ünnep volt a kiskörösi református templomban, hanem táborzáró istentisztelet is, ahol a résztvevők hálát adtak azért, hogy együtt lehettek, hiszen ezek a táborok mindig a hitről, a közösségről és a testvéri szeretetről szólnak. Meg vagyok róla győződve, hogy valami a táborban elkezdődött. Sok minden kezdődött el a táborban, ezt ti tudjátok, ott voltatok. Talán a szülők is tudnak valamit megkóstoltak a tábor jó ízéből, amikor hazaértetek. Én meg vagyok győződve arról, hogy sokkal több minden kezdődött el a táborban, mint amit szavakba foglaltatok. Valami, ami az Isten jelenléte. És olyan jó volt azt hallani innen, onnan egyikötöktől, másikotoktól, hogy valahogy ez a tábor idén annyira jó. Igen. Annyira jó, nem azért, mert valami nagyon ügyesen vagy jól lett előkészítve, persze az lehet része a dolognak, nem azért, mert, és itt sorolhatnék sok-sok dolgot, amiben jól éreztük magunkat, de alapjába véve ez az idei tábor azért jó, mert megízleltünk valamit. Az Isten jóságát. A tavalyi táborban Eszter könyvének történetével ismerkedhettek a résztvevők. Idén Péter köré épültek a programok. Péter bizonyos értelemben, idézőben valahol egy nemzedéknek az utolsó tagja, és egy nemzedéknek az első tagja. Péter még ott volt Jézus közelében. És Péter már ott van azok között, aki nem látta Jézus személyesen, de hallott róla. És beszél azoknak, ír azoknak, akik fizikailag nem látták az ember élet Istent. És mégis hisznek. Elhiszik, hogy az Isten itt jár közöttünk, és emberi formában mutatja meg az ő szeretetét. Valami befejeződött, és valami elindult. Kicsit ilyen egy-egy nyári pár nap, amikor Isten közelségét különösen szeretjük megélni egymás közösségében. A vasárnapi istentiszteleten Pénzes Péter lelkész köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon segített abban, hogy az idei tábor sikeres lehessen, és mindenki jól érezze magát. Ezt követően egy rövid képes beszámolót nézhetett meg a gyülekezet az egyhetes óbányai táborról. Az augusztus 13-ai istentisztelet a fiatalok énekes szolgálatával ért véget. Az istentiszteletet teljes egészében Szerdai Lélekemelő című műsorunkban tekinthetik meg.